kiderült, hogy főjött programban tájékoztatott, hogy az elmúlt két évben felbatált szabadság napok miatt nekem szabadság megváltás címén nagyon összeg járna, és én arra gondoltam akkor, hogy az, hogy valaki végzi a dolgát és veszi a dolgát, az önmagában még nem érzem, tehát én úgy gondoltam, hogy ez nem nekem jár, de ha nekem ezt fel kell venni, mert más administratív lehetőség nincs, akkor én szeretném, hogy jobb helyen ezt a egy ilyen végtárgyát gondolom, és ezt képzeletben is és valóságban is ketté osztottuk, és arra gondoltam, hogy, az az életem egy forduló pont, akkor egy ilyen forduló pont, az ember egy kicsit hátra mögött az élete, és kicsit előre is tekint, és ha vissza tekint a fejlődő közülés előtt, akkor láthatja azokat az intézményeket, amiket a fejlődő önkormányzat az elmúlt hosszú évek során fenntartott, és közöttük is ezt az intézményt. Kiválóan működött az elmúlt évtizedekben, sőt, kiválóan működik ma is független attól, hogy magában a fejében éljön kormányzat a fenntartója. És ugye előre tekintünk, akkor magunk előtt a gyerekeket látjuk, akik a mi gyerekeink és unokáink generációja, akik majd ezt a munkát, amit nyertesünk, továbbítik. És így természetesen jött a gondolat, hogy akkor ezt a 700 ezer forintot a gyerekek kapják. Szeretnék egy nagyon rövid pillanatképet mutatni magunkról számok tükrében. A Fejér megyei gyermekvédelmi központhoz jelenleg 671 fő ellátásának a biztosítását tartozik. Ebből a 671 főből 576 fő 18 év alatti, mindössze 95 fő, aki fiatal felnőttként valami ellátás. A kiskorúak közül 422-en az általunk gondozott kiskorúaknak a 73%-a nevelőszülői családokban nevelkedik. És 154 fő, aki gyermekotthonokban van elhelyezve. A mi intézményünk feladatkörhez tartozik az, hogy amikor a gyermekek nálunk gondozásban megjelennek,